A Bellis Berenice-t a százszor szépet szeretném megmutatni önöknek. Most egy új állományunk van, február vége van, és hát tulajdonképpen ezek a növények, ezek a picike kis kétnyári növénykék, ezek lényegében most kerülnek ki a piacra. Ugyanis van egy nagyon izgalmas időszaka a világ éhségünknek, ha az egész évet nézzük. Egyszer ugye valamikor az egynyáriak, tehát a büdöske, petúnia, mindenféle dolog, az általában azért, hát hogyha nagyon száraz és pusztító nyár, akkor szeptemberre tönkre mennek, ha meg nagyon nedves, akkor meg azért mennek tönkre, de valamikor szeptember-október táján megadják magukat. Vannak kedvező bőszök, amikor tulajdonképpen november elejéig kitartanak, de egy biztos, a legtöbb egynyári így vagy úgy, ezért vagy azért valamikorra megadja magát ősz közepére végére. És ekkor jön tulajdonképpen a nagy ötös. Mit tudunk ilyenkor ültetni? Árvácskát tudunk ültetni, százszor szépet tudunk ültetni, diszkáposztát tudunk ültetni, erikát tudunk ültetni, és krizantémot tudunk ültetni. A krizantém az ugye inkább ugye azt mondják, hogy temető, a diszkáposzta az inkább parkokba, hát árvácska az nagyon ismert, de kérem szépen itt van a Bellis Berenice, a százszor szép, és hát nézzék meg, hogy fantasztikus színekben, na most fantasztikus színekben jó, most még azért nincs olyan tömegével kinyílt, hiszen február legvége van, 20-a környékén járunk, és körülbelül egy ilyen 1-2 héten belül ez már kikerül a világboltokba, a kertészetekbe ez az anyag, hiszen, ja igen, elmondtam a történet első felét, hogy ősszel is ki lehet ültetni ezeket a növényeket, és a többség az kimaradhat, tehát az árvácska ugye, ha nem fogjuk meg, akkor nem lesz fagypontos. A százszor szépeket is ki lehet ültetni, és jó teleken, jó elhelyezve, korán kiültetve, begyökeresedve, nagyon sok telet át tud vészelni odakint, vagy pedig ilyenkor ki lehet ültetni, hiszen ezek azok a hidegtűrő virágzók, amiket már február végén, március elején kedvező időjárás esetén ki lehet ültetni, hiszen mi másra vágynánk gyakorlatilag egy hosszú, komor, kicsit simár tél után, mint gyorsan azonnal virágzó valamikor, és hát kérem szépen a százszor szépek, itt egyébként én most pulóverben vagyok, de nyitva vannak az ablakok, nyugodtan nézzék meg, hogy nyitva vannak az ablakok, most ugyan egy ilyen enyhe február utolsó hetében vagyunk, de odakint sincs több mondjuk ilyen 6-8 foknál, egy biztos ezek a növények, ezek ilyenkor már ki tudnak kerülni. Most egy picit jöjjenek ide, én igaz, hogy a fehér az elegancia színe, hát nézzék meg ezeket a fantasztikus fehér százszor szépeket, és aztán itt megyünk még hátra tovább, mert ott vannak a gyönyörű pirosak, tehát láttunk elől vegyes színekben, aztán rózsaszín, aztán fehérre, és akkor végül is még kérem szépen piroson is fogunk látni. Itt is még azt azért meg szeretném mutatni, hogy akkor, amikor kiválasztunk egyet-egyet, akkor természetesen nagyon fontos, hogy győződjünk meg róla, hogy megvan, be van gyökeresedve, ez itt már át is törte, tehát ez már tényleg arra vár, itt már kopogtat a cserépszélén, hogy én már kérem szépen kinőttem ezt, és ha föntről megnézzük, akkor lehet látni, hogy maga a cserép az nem látszik, hanem gyönyörűen, gyönyörűen szépen kitöltötte a cserepet, és már jönnek a nagyon szép virágok. Na most, hogyha itt jövünk szépen tovább, akkor a fehér után lehet látni a pirosakat. Itt is azt tudom javasolni, hogy akár parkja, akár kertépítésben való kiültetésnél, kerüljük a túlzottan vegyes, hát azt szoktam mondani, hogy romantikus kiültetéseket, inkább próbáljuk meg tömbökbe ültetni, tehát legalább egy vagy másfél négyzetmétert fehérbe, és egy vagy másfél négyzetmétert mondjuk pirosba. Ezek esetleg a szélén így összemoshatóak, azonban messziről távolabbról látva mindenképpen érdemes azonos homogén színekkel dolgoznunk.